Sziasztok, én Szántó Péter vagyok, és ez a tegnapi vlognak a második része, egy kis tárgyalás technika. Hogyha nem látod az első részt, akkor mindenféleképpen kattints ide, és kezd azzal. Amúgy meg legyen bevezetőnek, hogy mi ez a napi vlog, hogy van. Annyi az egésznek a sztoria, hogy írtam egy könyvet, a HVG adta ki, és minden fejezetre egy napi vlogot csinálok. Ez kb. Az utolsó részeknek az egyike, nagyon izgalmas, like gomb alatt megrendelhető, ott van. Most amúgy egy felvétel van ott a háttérben, de erről majd egy picit később, hogy milyen felvételek, meg hogy vannak, mik történtek. A lényeg, hogy arról kezdünk most beszélgetni, hogy mi van, ha valaki lepasszol, de előtte jöjjön az intro. Szóval, hogyha valaki lepasszolna, ugye ez tipikusan az a szituáció, hogy meg van beszélve egy meeting, és mondjuk beküld egy juniort vagy az asszisztenst, hogy vele beszéljek. Nem, annál sokkal értékesebb az időd. Egy ilyen esetben nyugodtan mondhatod, hogy adsz mondjuk egy negyed órát, hogy megjelenjen a döntéshozó, vagy akivel a meetinget megbeszélted. Sok esetben ez annyira megzavarja őket, hogy meg is jelenik a döntéshozó. Ha pedig nem, akkor sok későbbi problémától, necces helyzettől óvod meg magad, hogy lehet, hogy ilyen ügyféllel nem is akarsz dolgozni, ugye, aki nem tiszteli a te időd, meg azt, amit megbeszéltetek. De most beszélünk arról, hogy érdemes csendben maradni, mert erről van egy külön vlog, de hogy maradj csöndbe, és amúgy mikor mondjál többet. Szóval mindig mondj többet, és maradj csendbe. Például amikor az árazásról tárgyalsz, nyugodtan mondj be egy borzasztó magas számot, amiből látszik is, hogy a másik az teljesen megrökönyödik, és ilyenkor maradj csendbe, hagyd, hogy processzálja a dolgokat. Most indul a kamion amúgy, és én is indulok. Szóval ugye nem akarsz egy olyan emberrel együttműködni, aki nem értékel téged, és nyilván nem kell brutálisan elszállni, de azért érdemes nagy számokat mondani, mert így látja, hogyha nagyon messze vagytok egymástól, hogy te nem az a szint vagy, nem az a kategória, és már ezzel lehet, hogy végül ugye a te számod alá fogtok menni, de attól még értékelni fog, és tudja, hogy te mit érsz. Főleg, ha már egyszer-kétszer tudtál ilyen számért dolgozni, projektet csinálni, bármit, akkor el lehet mondani, hogy figyelj, ez van. És ugye nem akarsz olyanokkal, ahogy mondtam, együtt dolgozni, akik téged nem értékelnek. Ezen a szinten, ebben a pillanatban mit tudsz tenni? Csendben maradni. Nagyon-nagyon szar lesz, úgy érzed, hogy az a fél perc, egy perc, vagy max. Két perc, hogy órák telnek el, de ne szólalj meg. Gondolkozz magadban, mondd az ABC-t, próbálj megoldani egy nagyon nehéz matematikai egyenletet a fejedbe, kapcsolj ki, figyeld az órának a mozgását, vagy a levegővételt, bármit, de ne szólalj meg. Mert ez az egésznek a kulcsa. Nyilván ilyenkor felgyorsul a pulzusod, kényelmetlenül érzed magad, de ha kitartó vagy és van lélekjelenited, akkor a legtöbb esetben a másik fogja beadni a derekát, és akár még mondhat valami olyasmit is, hogy na jó, most ebben az egy esetben nézzük meg, csináljuk meg, értékellek, hogy jó, legyen ez az ár, de ne mondd el a kollégáknak. Tehát valami mi kifogás elkezdő mondani, hablál össze-vissza, de a lényeg, hogy elérted a célodat. Ha pedig nem, akkor sincsen semmi gond, hiszen ugye visszajutunk oda, hogy nem akarsz olyan emberekkel dolgozni, akik nem értékelnek, nem tartanak olyan szinten, mármint téged nem tartanak ugye azon a szinten. Miért dolgoznám ők? Nagyon sok jövőbeni fejfájástól, jövőbeni ártárgyalástól, meg tudod, egy ilyen mindennapos, picit keserű szájíztől óvod meg magad, sporold meg, mert úgyis találsz olyat. Bíz magadban annyira, hogyha igenis kitartó vagy, beteszed az időd, beteszed a munkát, akkor meg fogod találni azt a helyet, azt a körülményt, ahol értékelni fognak, és minden nap teli szájú vigyorral fogod csinálni azt, amit éppen szeretnél. Most hazavezetek, és hát eléggé késésben vagyok
a Magyar Marketing Szövetségnek fogok tartani egy képzést, a Digital Mastersnek. Hát gyárról megyek, de majd ugye erről egy későbbi videóban, az már nem a napi vlogok része lesz. Úgyhogy ahogy hazaérek, megtartom ezt az online képzést, és a keretezésről fogunk beszélni. Na de mi az a keretezés? Minden tárgyalási helyzetben ott van a keretezés, de sokan észre sem veszik, azt se tudják, hogy mi az. De hogyha szeretnéd érezni azt, hogy tudatalatti szinten, erőviszonyok szintjén, hogy alakul egy tárgyalási helyzet, sőt, hogyha még odáig is elmegyünk, hogy szeretnéd ezt az egészet irányítani, akkor igenis meg kell tanulnod, hogy mi a keretezés, és bele kell ásnod magad. Három része van, három fő része van, hatalomkeret, időkeret, elemzőkeret. Az első kettő szerintem úgy magától értetődő, amikor valaki az autoritását, az erejét próbálja fitoktatni. Nagyon egyszerű példa, a rendőr. Amikor a rendőr igazoltat, akkor nyilván ő irányít, ő van azon a szinten. Az időkeret, amikor azt akarják veled sugallni, hogy az ő idejük fontosabb, hogy érezd magad megtisztelve, hogy erre időt szánnak, sőt, ez nagyon sokszor azzal páros, hogy nem adnak annyi időt, mint amennyi neked járna. A harmadik az elemzőkeret, amikor valaki nagyon a tudásával, a technikai elmélyültségével akar kitűnni, és átmegy az érzelmek szintjéről nagyon a logikára, és azt mondja, hogy na igen, én itt mindent értek, vagy meg akarok érteni. Ez egy nagyon-nagyon rossz keret, és amúgy mind a három kerettel szemben egy Jolly Jokerünk van, amit be lehet vetni. Szóval mindegyik keretet egy dologgal lehet ellensúlyozni, ez pedig a nyeremény keret, amiben lényegében azt fogalmazzuk meg, hogy az adott tárgyalásnak a témájával mit nyer a másik, milyen jutalmat kaphat a másik. Találd meg, hogy mi a másiknak a vágya, mi a másiknak a célja az adott szituációban, és erre has. Ez megvan, akkor már csak annyi a célod, hogy rávilágíts, hogy a megoldás és a vágyai között te vagy, te kezedben van a megoldás, és te kell lesz ahhoz, hogy ezt elérje. Itt akár emelheted is a tétet, kvázi egy jutalmat vezethetsz be, és azt mondhatod, ha ezt vagy azt megugorjátok, akkor kaptok valamit, vagy akkor mutatlak be valakinek, vagy akkor csinálhatunk valamit, és helyezel valamit egy ilyen titkos ajtó mögé, vagy egy óriási felemeled emelvényre, hogy az mennyire durva dolog, és nem mindenkinek jár, csak az, aki, csak annak, aki tesz érte, az kaphatja meg a jutalmat, és el kell érned, hogy ő akarja ezt az jutalmat. Ugye ugyanaz, amikor valamit nagyon meg szeretnénk venni, és már semmilyen logikánk nincsen, elveszett, csak a vágyunk, az érzelmi, ezt hívják hüllőagynak, az ősi agyunkkal szeretnénk megkapni, na hát egy ilyen jutalmat kell találni. Most nagyon-nagyon szépen ki vagy fésülve. Beszéljünk arra, hogy mi van, hogyha elakadtok. Ha elakadtok, akkor vesd be a varázsmondatot, hiszen úgyis szó szerint ugye már valamilyen elakadás van, tehát nincs nagyon mit vesztened, nyugodtan mondd azt a másiknak, hogy figyelj, te is érzed, nem, hogy itt valami nem működik, szóval segíts nekem abba, hogy ezt hogy tudnánk feloldani, mit csinálhatunk. És a legtöbb esetben amúgy a másik fél kezd el szabadkozni, hogy jaj, ne haragudj, rossz napom van, vagy nekünk valami olyan dolog történt, ami miatt nem tudjuk csinálni, de te minden rendben vagy, és persze segítek, megoldjuk ezt az adott szituációt. Tehát a titkos csodamondat, a varázslat, hogyha úgy érzed, hogy elakadtok, hogy annyit mondasz. Kérlek, segíts abba, hogy mit tehetnék. Na, hát jöjjenek a lifehack-ek! Szóval lifehack-ek. Az első, hogy mindig engedd a másikat választani. Konkrétan ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha szeretnél valakivel találkozni, akkor ne azt a kérdést tedd fel, hogy jó valamikor jövő héten összefutni, hanem úgy kérdezd meg, hogy hétfőn vagy kedden jobb találkozni, délelőtt vagy délután jobb. Mindig két lehetőséget adj. Tudatalatti előnyt tudsz abból kovácsolni, hogyha például egy éttermi szituációban így az előtted lévő dolgokat így letakarítod, és mindig egyre jobban a másik fél felé kezded el átdobni, odarakni a dolgokat, ezáltal neked óriási tered lesz, őt pedig bezárod, és ehhez még egy pró trükk, hogy étteremben mindig
te üljél úgy, hogy látod az egész teret, és lehetőleg mondjuk a másik fél csak téged és a mögötted lévő falat lássa. Következő tárgyalási hack, hogyha teheted, sose tárgyaljál egyedül. Mindig legyen ott veled valaki, akár csak azért, hogy jegyzeteljen. Ez egyrésztről egy erőt, egy valamilyen státuszt, és ahogy ugye beszéltünk a keretekről, nagyon fontos, hogy ezt az erőt, státuszt mutasd mindenféle eszközzel, ami az a repertoárodban, az eszköztáradban elérhető. A másik része, hogyha más nem, úgyis, hogy te jegyzeteltél, ő jegyzetelt, sokkal könnyebben tudjátok majd értékelni a megbeszélést, és hogyha ő is tudja ezeket a kis tükköket, amit most elmondtam neked, akkor ezáltal még jobban tudjátok értékelni a megbeszélést később. Ugorjunk a következő tippre, az pedig, hogy adj valamit ingyen. Én például, hogyha felmész a honlapomra, a szentó.co-ra, akkor láthatod, hogy ingyenes konzultációt adok. Egy 30 percet, teljesen ingyen. Vannak letölthető e-bookjaim, illetve, hogyha meg a kommunikációmat nézzük online, akkor a ProPod, Produktivitás Podcast, a YouTube vlogom, azok mind ingyenes tartalmak, és ingyen adok. Vannak azok a szituációk, amikor azt mondják, hogy de ennél van jobb, minőségibb, olcsóbb, kedvezőbb, bármi. Tehát ha azt mondják valamire, hogy van jobb belőle, akkor egyszerűen csak érts egyet. Egyszerűen érts egyet, és mondd azt, hogy igen, ez így van, és hogyha értelme van, akkor vidd tovább a beszélgetést másfelé, így nem tud visszatérni a tárgyaló partnered oda, hogy de tudod, hogy ebből van jobb. Persze, egyet értettem, de most nem erről beszélünk, hanem arról éppen, ami az asztalon van. Ha pedig nincs értelme, mert azt jobbnak tartja, és nem akar veled dolgozni, akkor meg egyszerűen ne húzzátok egymás idejét, megköszönöd, tök jó, ennyi, szevasz. Az is egy nagyon egyszerű és egyben fontos trükk, hogyha valamit kérsz vagy kérdezel, akkor ismételd meg a nevét. Úgy tedd fel a kérdésed, hogy és mit gondolsz arról, Béla, hogy mondd a nevét, ismételd meg, tedd hozzá, ezzel jobban, tudat alatt jobban involválod abba az adott szituációba. Ha pedig olyasmire szeretnéd rávenni, amit magától annyira nem akar, akkor tegyél úgy, mintha már beleegyezett volna, mintha már az a dolog működne, és csak beszélj róla természetesen, jelen időben, mintha már csinálnátok is. Néha bejön. Ha valamilyen feszült helyzet van és konfliktus, akkor ezt három lépésben a legtöbb esetben fel tudod oldani. Az első, hogy csöndben, aktív odafigyeléssel hallgasd meg, és próbáld megérteni az ő álláspontját, próbálj az ő szemszögéből gondolkozni. És a következő mondatot tényleg csak akkor mondd, hogyha őszintén így gondolod és egyetértesz vele, mondd neki, hogy nem csak megértelek, hanem igazából én is ugyanígy cselekednék abban a helyzetben, amiben te vagy. Ismerd be, hogy fogalmad sincs, hogy hogy alakult így a helyzet, és hogy te is sajnálod. Őszintén kérd a tanácsát, hogy mit tehetnétek, és hogy lehetne ezt feloldani, mert téged is ugyanannyira zavar. Jó pár esetben az az ember, aki néhány másodperccel ezelőtt szétszette volna, leszette volna a fejedet, átvált, egy másik mindsetbe kerül, és együtt kezdtek el azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet megoldani. Ez a két részes tárgyalástechnikás vlog ezzel le is zárul, és a fejezeteknek a végére is értünk. A könyv végére értünk. Nagyon durva. Ha nem most találkozunk először, és végignézed a napi vlogokat, köszönöm szépen, nekem egy baromi jó élmény volt, de nem megyek most ebbe bele, mert holnap még jövök egy adással. Ez egy ilyen itt beszélgetős dolog lesz, ilyen záró gondolatokkal amúgy, ahogy a könyvben is van, de ha most találkoztunk először és tetszett, amit láttál, akkor első feladatod, hogy nyomj a feliratkozás gombra és a csengőt is mellette, hogy ne maradj le a tartalmakról valamit. 35-40 adás között van, amit végig tudsz hallgatni, keresd vissza, nézd meg, szerintem biztos, hogy találsz benne olyan gondolatokat, amik
nagyban segíthetnek az életedben és értéket adnak hozzá. Ha pedig kedvet kaptál, hogy a könyvet megvedd, mert még nem vetted meg a könyvet, akkor a lájkomb alatt a leírásban ott a link, wildvalora.hu, ott tudod a legolcsóbban megvenni, sőt még dedikálom is, de ha bármelyik nagyobb könyvesboltba bemész, ott is elérhető az üzlet, menedzsment, pszichológia szekcióba, illetve tartoznak ezekhez a témákhoz online képzések is, ugyanúgy a lájkomb alatt megtalálod. Ingyenes verzió is van, de hogyha egyből belevágnál, nyugodtan megteted, mert nem kockáztatsz sokat, mert pénzvisszafizetési garancia van, tényleg ajánlani tudom, personal branding, produktivitás. Minden esetre köszönöm szépen, hogy itt vagy, hogy megnézted a vlogot, remélem még találkozunk. Szia, sziasztok!